Sziasztok! A következő percekben a mobiltelefonokról fogunk beszélni, egész pontosan olyan dolgokat mutatunk be minden nap használt eszközeinkről, amelyekről elképzelhető, hogy eddig még nem tudtatok. A mobiltelefonok megjelenése és térhódítása rövid időre nyúlik vissza, könnyen elképzelhető, hogy a szüleitek is csak felnőtt korukban találkoztak vele először, a nagyszüleitek viszont egészen biztos. A technológia nagyon gyorsan fejlődik, ezért nehéz lehet minden újítással lépést tartani. A mai videóban tehát olyan funkciókról, információkról számolunk be a telefonokkal kapcsolatban, amikről esetleg még nem hallottatok. Mielőtt azonban belekezdenénk, írjátok meg kommentben, nektek milyen telefonotok van. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na kezdjük! Fényképezés, videókészítés közben. Biztos veletek is előfordult már, hogy valamit megszerettetek volna örökíteni a telefonotokkal, de nem tudtátok eldönteni, hogy fényképet készítsetek, vagy videót. Ha az idő engedi, akkor természetesen mindkettőt megtehetitek, de mi van akkor, ha a jelenség csak néhány másodpercig tart? Ilyenkor lehet hasznos ez a funkció. Miközben videófelvételt készítetek, van a képernyőn egy gomb, amellyel menet közben fényképet is készíthettek. Wi-Fi jelszavak. A mai készülékek képesek megjegyezni azokat az internetkapcsolatokat, amelyekre egyszer már rákapcsolódtál. Így, ha újra a környéken vagy, a telefonod automatikusan kapcsolódni fog az internetre anélkül, hogy be kellene írnod a jelszót. De mi van akkor, ha egy barátod is csatlakozni szeretne az adott internetre, de te már nem emlékszel a jelszóra? Nos, androidos készülékekre letölthetők olyan alkalmazások, amelyek megmutatják azon internetpontok jelszavát, amelyek a telefonotokon el vannak mentve. Zeneszám. Előfordult már veletek, hogy az iskolában, bevásárlóközpontban, kávézóban vagy bárhol meghallottatok egy zeneszámot, ami nagyon megtetszett, de nem tudtátok a címét. A mai okostelefonok ebben is a segítségünkre lehetnek. Egyes telefonokon léteznek digitális asszisztensek, amelyek bizonyos hangutasításokra képesek cselekedni. Ilyenkor, ha megkérdezed a telefonodtól, hogy milyen zene szól a háttérben, akkor másodperceken belül látni fogod a kijelzőn a dal címét és előadóját. Képernyőtükrözés. Az emberek manapság sok időt töltenek azzal, hogy videókat néznek különböző témákról, amelyek érdekesek a számukra. Ezt gyakran mobiltelefonunkon tesszük, valószínűleg ezt a videót is a legtöbben a telefonotokon keresztül nézitek. De azt tudtátok, hogy lehetséges a mobiltelefon képernyőjét akár a televízió képernyőjére tükrözni. Ehhez arra van szükség, hogy a telefonotok és a televíziótok támogassa ezt a funkciót, és akkor másodpercegen belül bár nagyban folytathatod a korábban megkezdett videót. Képernyőfotó készítése. Ezt a funkciót valószínűleg elég sokan ismeritek, de aki nem, az jól figyeljen. Biztos veletek is előfordult már, hogy miközben telefonoztatok, megláttatok valami érdekességet, amit el szerettetek volna menteni magatoknak. Ebben az esetben a képernyőfotó egy remek segítség. Minden telefon esetén más és más gombokat kell lenyomnunk annak érdekében, hogy képernyőfotót készíthessünk. Egyes készülékek esetén elegendő, ha pusztán a képernyőn végig simítjuk az ujjunkat. Távirányító. A technológia fejlődésével a háztartásokban a távirányítók száma rohamosan megnövekedett. A most bemutatásra kerülő funkció nagyban megkönnyítheti elektronikai eszközeitek irányítását. Egyes mobiltelefonok képesek minden eszközt irányítani, beleértve a tévét, klímát, hangfalat, de még egy kivetítőt is. A legújabb telefonokba már sajnos nem építették be ezt a funkciót, valószínűleg azért, mert túl sokat tudott. Minden esetre remek szórakozást tud nyújtani egy unalmas iskolai órán, ha esetleg egy prezentáció folyamán kikapcsoljátok a kivetítőt. Csak vicceltem, ne bosszantsátok szegény tanáraitokat. Értesítési LED fényjelzés. Számos készülék előlapja fel van szerelve egy kis értesítési LED-del.
Ez rendkívül hasznos tud lenni, hisz a különböző színű fényjelzések más-más értesítési típust jelentenek. A zöld fényjelzés például messenger üzenetet jelent. Ezek természetesen gyártók között különbözhetnek, és bizonyos esetekben személyre is szabhatók. Ezek a fényjelzések azért is hasznosak, mert akkor is tudjuk, hogy milyen értesítést kaptunk, ha a telefonunk nincs tőlünk karnyújtásnyira. A helyes akkumulátor használat. A mobiltelefon akkumulátor teljesítményének csökkenése idővel elkerülhetetlen, de tehetünk érte, hogy hosszabb ideig funkcionáljon tökéletesen. A mai akkumulátorok már korszerűbbek és ellenállóbbak, mint az elődjeik, de bizonyos használati szokások még tovább nyújthatják az élettartamukat. Lehetőség szerint a telefonod töltöttségi szintje ne csökkenjen tartósan és gyakran 15-20% alá. Az sem jó, ha túl sokáig hagyod a töltőn, és huzamosabb ideig van 100%-on. Ha játszol rajta, könnyen felmelegedhet, ezért időnként ajánlott kisebb szüneteket tartani. Az e-mail azonosító. Az e-mail azonosító teljesen egyedi, általában 15 számjegyből áll, és mindegyik telefonnak saját száma van, tehát nincs két egyforma. Ezt a számot ellopott vagy elveszett telefon esetén lehet megmondani a hatóságoknak, akik ez alapján próbálják belokalizálni. Ha a tárcsázódba beírod a csillag, hashtag 06, hashtag short, akkor meglátod a saját számod. Reméljük, nem lesz rá szükségetek. A menőtrükk. A videó alatt található piros gombra kattintva tudsz feliratkozni a csatornánkra, és a felfelé mutató hüvelykujjal tudod jelezni számunkra, ha tetszett a videó. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett, és sikerült valami újat mutatnunk számotokra. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!